ismét egy küzdősportgálán látni téged, most egy box helyett MMA-t. Mindenféle küzdősportot szeretsz? Úgy néz ki, hogy a barátaimnak a többsége az küzdősportozik, mert tényleg csak akkor találkozunk. Szeretem, igen, nagyon szeretem a bunyót, mindenféle verzióban nagyon szeretem. De hát ennek azért inkább nekem emocionális töltete van, mert itt van ugye Chibi Geri, itt van az én drága jó barátom, a Jimmy, akiről lehet, hogy sokan nem tudják, de ő volt az a csávó, aki nekem szállást biztosított évelején. Úgyhogy én ezt mondtam neki, hogy amíg élek, ezt nem felejtem el neki. És amióta már nem lakom itt, mert hogy most is itt vagyunk, ahol én pont e fölött volt egyébként a szobám, ahol sokáig laktam, hogy én amíg élek, hálás leszek neki ezért. Úgyhogy tök jó, hogy ma már azért nincsen napi szintű találkozom sajnos, de bármikor találkozunk, akkor mindig nagy örömmel gondolok rá, és abszolút a barátomnak is gondolom őt, és hát nyilván itt vagyok, szurkolok, és amit lehet, azt, amit a torkom enged, azt megteszem annak érdekében, hogy győzzön és buzdítsam. Ugye, mit láttál? Ez már egy nagyobb szint, úgymond, tényleg egy RFA költözött ide Budapestre, most először. Hogy tetszik a show, a környezet eddig? Én eddig azért ilyen face-offokat nem láttam, bármilyen bugyón is voltam, azért én egy ilyen face-offon soha nem voltam. Ugye a Pirik Tominál, a Chibi Gerinél, meg a Jimmynél előre mentem, amikor összenéztek, meg volt a mérlegelés. Hát a Pirik Tominéknek konkrétan érezhető volt a feszültség, így kettőt hátra is léptem. Hát azért ez nagyon durva. Tehát jó, volt itt márászkodás, lögdösődés. Ez nagyon jó lesz holnap. Hihetetlen adrenalin lehet. Hát ha benne mennyi van, bennük vajon mennyi lehet. Mert hát ez nagyon komoly sport, gyerekek. Tehát, hogy bemérlegel mindenki, hihetetlen fogyasztás, aztán utána a visszatöltés időszaka. Hát ugye sajnos el is veszítettünk valakit az eredeti fight cardból, úgyhogy neki ezúton is jobbulást kívánunk, szerintem minden magyar nevében mondhatom ezt. Mit vársz a holnapi gálától? Te, mint néző, mi az, amire azt mondod, hogy úristen, ezt megérte? Én alapvetően nem azért megyek holnap, hogy úristen, milyen fantasztikus meccseket lássak, lehet nagyon rosszak a mérkőzés, mindegyike, de nyerjenek a magyarok.